Az év újságírója díjjal elektronikus média kategóriában Gusztony Andrást, az Újvidéki Rádió főszerkesztőjét tüntette ki a szervezet, írott sajtó kategóriában pedig Tóth Tibor a Hét nap újságírója teljesítményét ismerte el, míg az év pályakezdő újságírója díjat Szarabka Szabolcs, a Pannoner TV operatőre kapta. 1986. december 29-én vettek fel, előtte voltam harmadik tiszteletdíjas, teljesen véletlenül. Jogi egyetemet fejeztem be, és amikor diplomáztam, neki még fogalmam sem volt, hogy újságíró lesz belőlem. Teljesen véletlenül jött egy ismeretségén keresztül, mondták, próbáljam meg. Megpróbáltam. Vesztőmre ott ragadtam. Most pedig díjjal tüntették ki. Mesélj egy kicsit erről, mit jelent az ön számára ez az elismerés. Hogyan látja a vajdasági újságírást, illetve újságírók helyzetét? Valójában az elismerés nem annyira a személyes elismerésnek tekintem. Tekintett arra, hogy egy főszerkesztő vagyok, egyetlen műsor csinálok. Én azt gondolom, hogy ez az Újvidéki Rádió szerkesztőségének szól az elismerés a személyében keresztül, és nem akarom ezt még véletlenül se kisajátítani. Ennek ellenére jól esik, ha eszébe jut valakinek az ember, és figyelmeztetek is egyben arra, hogy azért már meglehetősen idős, mert általában ilyenkor szoktak jönni, kivéve pályakezdőknek járó díjak. Nem vagyok túlságosan optimista, amikor a vajdasági magyar újságíróknak a helyzetét kísérem, de azt gondolom, hogy az egész országunk egy nem irigyésre méltó helyzetben van, és ugye sok mindent átéltem majdnem 40 év alatt, igazából komoly cenzúra, valahol legelején. Ezért 1986-87-ben a jogútforradalom idején volt. Ez akkor volt, amikor megdöntötték az akkori vajdasági autonomista vezetőséget, akkor miben tapostak ránk egy kicsikét, azóta egyre nagyobb a szabadság, és ezzel az egyre nagyobb szabadsággal mi egyre kevésbé tudunk élni. Tehát mi az, amitől óvaintem a fiatal kollégát, az az öncenzúra. Kell egyfajta óvatosság, de nem kellene és nem szabadna túlzásba vinni. 2004-ben kerültem a Hét napban, már akkor vettük az újságot, és megjelent benne egy felhívás, hogy keresnek újságírókat. Én pedig korábban a Hajdújárosi Teleinfo nevű kis szórólapba dolgoztam, írtam a sportot és egyéb témákat, és úgy gondoltam, jelentkezek. Kipróbáltak, 9 hónapig voltam gyakornok, majd felvettek állandó munkaviszonyra. Utána 2006-ban a Magyar Szóban Laták István szólt, hogy lenne egy kedvem Magyar Szónak a szabadkai sporttudósítója lenni. Beleegyeztem abba is. Persze megkérdeztem a főszerkesztőt, igazgatónőt, azt mondták, lehet. Majd jött a folytatás, 2013-ban felkerestek a Panonból, lenne kedvem a Panon Rádiónak a harmadik félidő című sportműsorát vezetni, arra is igent mondtam. 2015-ben a Küzdőtért kezdtem vezetni, a Szabadkai Magyar Rádió sportműsorát, arra is igent mondtam, és besegítek a sporthétfőbe is Dóra Alennak, úgyhogy ha így számít, akkor öt helyen dolgozott, tehát főleg sport az én témaköröm. Nagy öröm is megtiszteltetés számomra, hogy rám gondoltak, hogy inkább a díjat, mert ugye az rendkívül erős vajdasági magyar újságíró társadalomban sportújságíróként díjat kapni azért nem mindennapi dolog, úgy vélem legalábbis. A díj minden bizonnyal az elmúlt 20 év munkájának az elismerése, de bízom benne, hogy magának a sportújságírásnak egy bizonyos szintű elismerése. Úgyhogy díjat nem vártam, egyáltalán nem számítottam rá, csendben teszem a dolgom, járom az eseményeket, járom a telepet, és ha valaki úgy gondolja, hogy díjra vagyok érdemes, akkor természetesen örülök is, jól esik. 2016 ősze óta dolgozok a Pannon TV-ben, és ekkor is találkoztam igazán testközelségbe a kamerával, és... Hát úgymond a régi kollégáknak köszönhetem azt, hogy nagyon türelmesek voltak velem, és sok energiát és időt fektettek abba, hogy operatőr lehessen belőlem, és hát ezt ezúton is köszönöm nekik. Őszinte leszek, meglepett kicsit, amikor szóltak, hogy díjat fogok kapni. Elsősorban azért, mert hát operatőrek, úgy tudom, hogy nem sűrűn kapnak operatőrök díjat, hanem inkább itt az újságíráson van a hangsúly. És nagyon meglepett, de viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ez arra is rámutat, hogy a televíziós munka az nem csak az újságírásból áll, hanem fontos szerepe van az operatőrnek, ugyanúgy a vágónak, hangtechnikusnak és akik a háttérben dolgoznak. Mi televíziós operatőrek sokkal sokszínűbb munkát vállalunk, mert hogy nagyon, hogy mondjam, nagyon nem bizonytalan, hanem nem tudhatjuk, hogy ha kimegyünk terepre, akkor mi vár ránk. Ugye sokszor ott szembesülünk azzal, hogy mit is kell csinálnunk, illetve ezen kívül még mi a tévében vezetünk is, hajtunk is, tehát nagyon sokszínű munka ez az operatőrködés a televízióban. A Szórványdíjat Vidács Hajnalka, a Magyar Szó újságírója érdemelte ki.
Életműdíjjal tüntették ki Bozsony Istvánt, a Pannoner TV igazgatóját, a szervezet médiadíját pedig a fennállásának 80. évfordulóját ünneplő Magyar Szó szerkesztőségének ítélték oda. Számomra hihetetlen érzés ez az elismerés, ugyanis én, ha visszaemlékezek, akkor 2,5 éve vagyok a Magyar Szó munkatársa, és előtte körülbelül 1,5 évig a Vajdaság Ma hírportálnál dolgoztam, külső munkatársként, és nem tudom. Tehát annyira ledöbbentett a hír, hogy nem is kerestem a szavakat, és nem találtam. Tehát én még szinte pályakezdő vagyok, ezért számomra egy mérhetetlen megtiszteltetés. Szerintem mindenféleképpen nehezebb a szórványban dolgozni, mint a tömbben. Ugye itt kevesebben is vannak, de én igyekszem azokkal a témákkal foglalkozni átlagban, ami úgy érzem, hogy a magyarokat is érinti, tehát nem válogatok, azzal dolgozom, ami van, és abból dolgozom, ami van. És azért el lehet azt mondani, hogy a szórvány is rejteget magába szép témákat, szép érdekes embereket, és érdekes eseményeket is. Nagyon hálás vagyok ezért a díjért, főleg azért, mert ez kollégáktól jött ez a díj, és több mint 50 év munka után jött egy ilyen elismerés, aminek csak örülni tud az ember, és arra tudja késztetni, hogy dolgozzon tovább. Tehát ez az 50 év nem a végét jelenti. Az ember nem tudja, hogy hogyan, hol, miképpen, de az biztos, hogyha egyszer elkezdesz újságírásra foglalkozni, akkor onnél szabadulás nincs. Az újságírás az egy hivatás, az nem csak munka, az hivatás, amelyhez alázat, nagyon sok szakmai tudás és felelősség kell, mert az újságíró által kimondott szó több 10,000-100,000 ember életét tudja átformálni pillanatok alatt, tehát figyeljünk oda, mit csinálunk. Ezelőtt 10 évvel, mikor 70 évesek voltunk, akkor kapott a Magyar Szó az én emlékezetem szerint nagyobb elismerést, akkor a Külhoni Magyarságért díjat vehettem át Budapesten Orbán Viktor aláírásával, és aztán 75 évet szett a Magyar Szó, és nem történt semmi. És én már kétségben voltam esve, hogy itt a vége, ennyi volt, hát enni, annál inkább most nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Az egész szerkesztőség, ez egy csapat munkának az elismerése, és nem csak ezért a csapatért, akik az utóbbi, mióta én 14 éve főszerkesztő vagyok, irányítják, vagy a lapot írják, hanem az összes, tehát a kezdetektől egész máig az összes újságírónak, szerkesztőnek, tördelőnek, lektornak, mindenkinek, aki készítette a Magyar Szót. Tóth Lívia, a VMUE alelnöke elmondta, minden évben a szerkesztőségek javasolnak jelölteket indoklással. Emellett az egyesület is követi az újságírók munkáját. Ezek alapján születik döntés a végleges díjazottakról. Az a helyzet, hogy minden évben, minden kategóriában van több olyan kolléga, aki megérdemelné a díjat. És akkor hát vannak olyan évek, amikor osztani, megosszuk, ugye, most is azt hiszem, hogy az ifjúsági kategóriában fölmerült ez az ötlet, hogy esetleg megosztott díjat kapjanak. Végül mindenki, tehát egyénileg kapta meg a díjat, de ez nagyon jó, hogy ennyi értékes újságírónk van, akik tényleg megérdemelnék ezeket a díjakat. Hát remélem, hogy mindenki azért az elkövetkező években esetleg majd sorra kerül. A Magyar Nemzeti Tanács jóvoltából a díjazottak idén pénzjutalomban is részesültek. Én kezdeményeztem azt, hogy ezek az újságíró elismerések pénzjutalommal is járjanak. Én azt gondolom, hogy minden évben a legkiválóbb szakemberek kapnak díjat, és megérdemlik azt, hogy anyagi elismerés is járjon hozzá. Hát hiszen, hogyha megnézzük az oktatás, a kultúra, vagy akármelyik más területet, ahol díjakat osztanak, mindenütt a Magyar Nemzeti Tanács hozzárakja a saját pénzeszközeit.
Én nem tudom, hogy eddig senki ezzel nem foglalkozott, hogy kapjanak az újságírók is pénzjutalmat, de ettől kezdve lesz, és én ennek örülök. A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnöksége 14. alkalommal adta át szakmai elismeréseit, amelyekkel motiválni szeretné a médiában dolgozókat arra, hogy igenis érdemes ezt a hivatást választani.